Kiemelt fejlesztés Mezőkovácsházán 242 millió forintból újították fel a szakrendelőt. Ostrom állapot. Új fejlesztésekkel bővült a Gyulai vár kiállítása. Egy kerek élet, Szabó Károly edzőre emlékeztek hétfőn. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Mintegy 242 millió forint vissza nem térítendő támogatásból felújították a mezőkovácsházai szakrendelőt. Az Európai Uniós beruházással a járásban élő 32 ezer ember életét könnyítik meg, akik ezentúl magas szintű ellátást vehetnek igénybe. Az Európai Uniós fejlesztés részeként lecserélték és modernizálták a mezőkovácsházai rendelőintézet eszközeit, valamint korszerűsítették a fizioterápiás épületet. A beruházásnak köszönhetően biztosított lett a járásban lakó 32 ezer ember emelt szintű ellátása. A szakrendelő igazgató főorvosa, dr. Spiák Ibolya kiemelte, nem régen még egyetlen ultrahang készülék állt rendelkezésre a radiológus, a kardiológus és a nőgyógyász számára. Korszerű diagnosztikai eszközök kerültek a birtokunkba. Ezekkel az eszközökkel dolgozhat a nőgyógyász, ezzel dolgozhat a sebészeti műtőben a sebész, fülorgégészeten a fülorgégész, szemészeti szakrendelőben a szemészeti kolléganő, a kardiológián és a nappali kórházunk is új ágyakat és beteg megfigyelő monitorokat kapott. A gyulai térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az utóbbi években csak nem 600 milliárd forintot kapott a magyar egészségügy, kiemelten a vidék. Dr. Kovács József hozzátette, az ország egyik leghátrányosabb térsége a mezőkovácsházai, ezért szükséges annak folyamatos fejlesztése. Biztonságosnak mondható ennek a környéknek az egészségügyi ellátása, mind a járó fekvőbeteg ellátáson, alapellátáson keresztül, és amennyiben szükséges, a megyei kórházban és a szegedi klinika körülbelül egyforma távolságra van innen, tehát a betegek biztonságosan el tudnak jutni a legmagasabb vagy legbiztonságosabb ellátási formákhoz is. Bár a járó beteg szakrendelők fenntartása önkormányzati feladat, az állam az utóbbi években 54 rendelőnek nyújtott fejlesztési támogatást, emellett 23 új szakrendelőt építettek. A mezőkovácsházai intézmény rekonstrukciójára 242 millió forint uniós pénzforrás biztosított a kormányzat. Kisebb településeknek talán azok nehezebb helyzetben vannak. Hiába vannak többen is, akár 32, nem lesz arra feltétlenül forrása, hogy a szakrendelőt fel tudja szerelni, az épületet fel tudja újítani, és minél korszerűbb gyógyítási körülményeket teremtsen. Ezért döntött úgy a kormány, hogy bár önkormányzati feladatról van szó, de igenis pályázati segítséggel igyekszünk segíteni. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kifejtette, 2010-ben 34 ezernél kevesebb orvos rendelkezett működési engedéllyel, ma a 39 ezret meghaladja a számuk. Rétvári Bence úgy fogalmazott, az egészségügyi kassa 270 milliárd forinttal nőtt, a házi orvosi praxisok finanszírozása megduplázódott, a kórházakra pedig 770 milliárd forintnyi többlet jut. Látványos fejlesztések teszik még emlékezetesebbé a gyulai vár megtekintését a jövőben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston programjának 10 millió forintos támogatásával olyan digitális fejlesztések valósultak meg, amik teljesen egyedivé tették a kiállító helyet. Ez egy 16. századi hajdupuska. Vele szemben pedig az a kép tárul a látogató szem elé, amit 1566-ban egy gyulai várvédő láthatott. A 3x1,5 méteres, pontosan lemintázott körképen egy csata jelenet látható, amely életűen adja vissza a vár életét és a két hónapon át tartó török ostromot. Kerecsényt elfogták, Nándorfehérvárra húzolták, majd hamarosan ki is végezték. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston programja révén 10 millió forint támogatásban részesült a gyulai vár, és három interaktív elem valósult meg.
egy 3 perces film, amiből másfél perc az 1566-os időszakról, másfél perc az 1590-es évekről szól. És hát tulajdonképpen ez egy alapja is volt egy makettnek. A 21. századi technika segítségével még inkább értelmezhetővé váltak a 16. századi történések. Egyúttal a Gyulai várban látható tárlat még nagyobb élményt nyújt. Nem csak az idegenforgalom, nem csak a turizmus, hanem a helyi közösségeknek az egybetartása, az oktatási intézmények, a gyerekeinek a múltunk bemutatása céljából vagy szempontjából rendkívül fontos, hogy kilépjünk a porosodott múzeumi babákat bemutató hangulatból, és a gyerekeknek a napi szinten megszokott interaktivitásához illeszkedő projekteket mutassunk be. Gyulaváros polgármestere dr. Görgényi Ernő elmondta, élen járnak a múzeumok kiállítóterek fejlesztésében. Meg kell találni azokat a kortárs eszközöket, amelyek segítségével a lehető legtöbb embernek megmutatjuk. És bizony ebben ma már a digitális technika, az informatika is szerepet kell, hogy játszon, hiszen ezekkel a technológiákkal, ezekkel a felületeken tudjuk minden generációnak átélhetően és élményszerűen megmutatni a történelmet és bemutatni kulturális értékeinket. A Kubinyi Ágoston program idén tovább folytatódik, és legalább 30 múzeum, kiállító tér és kulturális központ gazdagodhat majd 21. századi technológiai fejlesztésekkel. Apiterápiás vendégházat adtak át múlt héten pénteken Füzesgyarmaton. A kezelés lényege, hogy a pihenni érkező szobájába mély családokat helyeztek kaptárakban. Így a szálló vendégek egész éjszaka részesülhetnek a kipárolgó jótékony hatóanyagokból. A kaptárak levegőjét már ősidők óta használják a gyógyításban, hiszen a méhek által gyűjtött növényekből számos hatóanyag párolog ki. Ezt a pozitív hatást kamatoztatja a múlt pénteken átadott apiterápiás vendégház, ami az 5. az országban. Boros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke kiemelte, egyedülálló az, hogy az ide látogatók 24 méh családdal alhatnak együtt. Azt kell tudni szakmailag, hogy két típusú kaptárlevegős ház van. Az egyik az, ami egy picike kis ház, ahol tartanak 4-4 családot a két oldalon, és rá lehet feküdni a 4 családra, és ezek ilyen alkalmi kezelésekre 1-2 órára befekszik a páciens. Ilyen még kevesebb van, mint 5, hogy kompletten éjszakát el lehet tölteni a méhekkel. A magyar méhészek egyre komolyabban veszik a méhészkedésben rejlő lehetőségeket, tette hozzá az elnök. Ez a vendégház egy olyan innováció, amely csak nagyon keveseknek jutott eszébe. Erről már dr. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője beszélt. Tehát ez mindenkinek az üdvét szolgálhatja, és hogyha valaki összeköti ezt egy olyan fajta valamivel, hogy itt szállásfoglal, eltölt egyedül, másodmagával, családjával vagy bárkivel itt valamennyi időt, amire nyilván lehet volna majd helyet foglalni, és közben a terápiás lehetőséget megfelelő formában igénybe veszi, ez nagyon-nagyon jó hatással tud mindenkire lenni. A terápia légutakra gyakorolt hatása nagyon kedvező, de az idegrendszere is nyugtató hatással van, emelte ki a méhészet tulajdonosa. Jótékonysági futógálával segíti a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány munkáját egy gyulai szervezet. Az Egészség Minden Generációnak Gyulai Sportegyesület a februári verseny teljes bevételét a megyei koraszülött mentés támogatására ajánlja fel. A Koraszülött Mentő Alapítvány 2019. februárjában jutott hozzá egy speciális felszerelésekkel rendelkező mentőautóhoz. Az egész megyét megmozgató összefogás révén 100-nál is több esetben nyújtott hatható segítséget a koraszülöttekhez kiérkező jármű. 2019. május 23-a óta tapossa a Békés megyei és a megyén kívüli utakat, és hála Istennek a mai napig több mint 123 esetet tudtunk teljesíteni. A mentőautót mindenki egy kicsit a magáénak érzi, a megyében és a megyén kívül számos támogatóra talált az alapítvány munkája, tette hozzá az elnök. A koraszülött mentést a továbbiakban egy új támogató is segíti.
Ihasalki Koraszülött Mentő Alapítvány munkáját és a mentőautó működését szeretnénk támogatni a nevezési díjak bevételével, illetve szeretnénk a folyamatos együttműködésünkkel, folyamatos támogatásunkkal elősegíteni az alapítvány munkáját. Az egyesület nem csak egyszeri alkalommal segíteni az alapítványt, hanem éves szinten több rendezvény bevételével járulna hozzá a mentőautó egyszer használatos eszközeinek pótlásához, valamint a jármű fenntartási költségéhez, tette hozzá Medve Edina. A Gyulai Sportegyesület a városban évek óta zajló futóversenyek hagyományát folytatja a február 15-i jelmezes jótékonysági futógálával, amelyre a szervezők az előzetes bejelentkezések alapján több mint 100 nevezőt várnak. Elhunyt Szabó Károly, a Békés Csabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület korábbi edzője. A klub örökös tiszteletbeni elnökére hétfőn a Városi Sportcsarnok előtt emlékeztek. Az emlékezés mécsesei lobbantak lángra hétfő este a Békés Csabai Sportcsarnok előtt. A csendes gyertyagyújtásra több mint 150 családtag, barát, tanítvány és munkatárs gyűlt össze, hogy fejet hajtson a nemrégiben elhunyt Szabó Károly kézilabda edző előtt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ő volt a 82-ben ezüstérmet szerzett női csapat edzője, és hát nagyon jó edző volt. Ő volt a Békés Csabai kézilabda doennye, aki nagyon sokat tett a sportágért, folytatta az egykori csapatkapitány. A visszaemlékezések fonalát a klub egyik vezetője vette fel. Most hirtelen három olyan dolgot mondanék róla, ami eszembe jut. Az egyik az iszonyatosan nagy szakmaisága volt, a szakmai hozzáértése volt. Valóban mestere volt a kézilabdának, elemzéseit, gyakorlatait öröm volt hallgatni, nézni. A második a sport iránti alázata. Minden körülmények között a sportnak élt. A harmadik pedig az embersége volt, hiszen fontos volt számára, hogy tanítványai ne csak a sportban, hanem emberként is megállják a helyüket, tette hozzá Fülöp Csaba. Szabó Károly munkásságára egy korábbi edzőtárs is visszaemlékezett. Egy olyan embert ismertem meg, aki példa lehet a kézilabdás társadalom számára, példa lehet a tanártársadalom számára is. Az, hogy ennyien megjelentek ezen az estén, jól példázza, mekkora szerepe volt Békés Csaba életében a tanár úrnak, folytatta Skalicki László. Szabó Károly április 19-én lett volna 77 éves. Első alkalommal rendeztek 3x3-as kispályás felnőtt jégkorongtornát Békés Csabán múlt hét vasárnap. A csabai farkasok otthonában érvényesült a papírforma, és hazai siker született az első pajta kupán. A torna 6 csapat részvételével zajlott, két együttes érkezett Szegedről, egy Gyuláról, egy pedig Szarvasról. Továbbá két Békés Csabai gárda is ütőt ragadott vasárnap. A megmérettetés a csoportmérkőzésekkel kezdődött, majd azt követően a helyosztókkal folytatódott az esemény. Az együttesek 15 perces csatákat vívtak úgy, hogy csapatonként egyszerre három mezőnyjátékos lehetett a jégen. A torna maga nagyon tetszett, most voltunk először a Magyar Jégkorong Szövetség által szerzett 3-3-as tornán. Nagyon jó volt a szervezés, minden feltétel adott volt. A Szegedi Goodwill Pharma, a bokahoki csapat, a kettő csapattal indult, mi a kettes csapat voltunk. Szerintem tudásunknak megfelelő eredmény született. A Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület sportigazgatója elmondta, a tornát 3x3-as kis pályás szabályrendszer alapján bonyolították le, amely a napokban véget érő lozanni ifjúsági olimpián is bemutatkozott. Kis Roland kiemelte, a Magyar Jégkorong Szövetség célja, hogy a 3x3 kispályás bajnokságból jövőre országos magyar bajnokságot indítson. Sokkal gyorsabb a játék, kisebb helyen, ezáltal több a fékezés, több az irányváltás, gyorsabban kell gondolkodni, sokkal jobban, mint a nagypályán. Nagypályán ott azért van az embernek ideje, több csapattárs van a pályán, tehát több lehetőség közül itt igazándiból nem, mert két lehetőség közül tud válaszolni, vagy a harmadik az, hogy ő megoldja a problémát, vagy az adott szituációt. Így a technikai játék itt nagyon fontos ebben, tehát a korcsolyatudás meg az ütőkezelés azért itt elég fontos. A
csoportkör után a helyosztók végeztével kialakult a torna végső eredménye. Az első pajtakupát a Csabai Farkasok csapata nyerte, miután a döntőben 14-9-re legyőzte a Szarvasi Szarvasok együttesét, a bronzérmet pedig a Viharsarki All Stars gárda gyűjtötte be. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!